Több mint 100 eredeti ókori kínai tárgyat tekinthetnek meg a látogatók a Csók István képtárban. Az ókori Kína kincsei, a Jáde császárok kora című tárlat a mindennapokat, a temetkezési szokásokat, az uralkodókat szemlélteti. A Jáde páncél a legkiemelkedőbb tárgy, de nem csak a páncél látható itt természetesen. Különböző a kínai kultúrát szemléltető eszközök, az élet, a hitvilág, illetve a temetkezésekhez kapcsolódó tárgyak, nagyon érdekes szobrok, agyagtárgyak, lakkozott fa tárgyak, illetve sírépítmény egyes részletei is megtekinthetők. Egy kis ízelítőt kaphatunk a kínai kultúra gazdagságából. A kiállítás a Szent István Király Múzeum és három kínai intézmény, a Shanghai Múzeum, a Szücsúb Múzeum és a Chengdu Régészeti Intézet partnerségében, a Szegedi Móra Ferenc Múzeum, a Hopp Ferenc Ázsiai Művészeti Múzeum, illetve a BEK és Rosta Kft. Együttműködésével került Székesfehérvárra. Cserpalkovics András polgármester a kiállítás megnyitón hangsúlyozta, az együttműködés üzenet a világnak az egymás iránti tiszteletről, az együttműködésről, a megértésről. Sajnos ezt az esztendőt is úgy kezdtük el, hogy a világ különböző pontjain közel is hozzánk, távol is tőlünk, de bizony nagyon-nagyon sok helyen nagyon komoly konfliktusok, feszültségek feszítik szét a világot. És bizony azt hiszem, hogy ezeknek egy jelentős része önmagában akkor elkerülhető lenne, hogyha egy kicsit igyekeznénk egymást megérteni, jobban megérteni, a nemzeteknek egymást megismerni, és adott esetben a kulturális nemzeti értékeinken keresztül a másikat megérteni, és ezáltal értékelni. Wang Wanchun, a Shanghai Múzeum igazgató helyettese a Han dinasztia kulturális örökségéről, Kína és Magyarország kapcsolatáról beszélt a megnyitón. Mind Kínának, mind Magyarországnak ragyogó kultúrája van. A két nép közötti barátság már hagyományos, és a két nép közötti kapcsolatok is egyre szorosabbak. Kína és Magyarország földrajzilag ugyan távol van egymástól, de baráti kapcsolataink hosszú múltra tekintenek vissza. A kiállítás legkülönlegesebb darabja egy jáde lemezekből készült páncél, amely a nyugati hangkorra datálható, és a csúfejedelmi sírok egyikéből származik. Összesen 1460 darab jádelabból állították össze aranyszálak segítségével. A jéd vagy jáde az a leginkább nagyra becsült anyag a kínai gondolkodásban. Nem véletlen, hogy a halotti páncél a temetkezésnél egészében, az egész testet borító páncél ebből az anyagból készül. Ez egy gyémánt erésségű, keménységű kő, amelyiknek a megmunkálása hihetetlen tudást és rengeteg embert igényelt az ókori Kínában is. A kínai előírások szerint az állam egyszerre csak egy jádekőből készült évezredes, a császári temetkezések során használt páncélt adhat ki külföldi múzeumoknak. Ez a páncél most Székesfehérváron tekinthető meg. A tárlat június 28-áig látogatható.